Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Logisztika Egyesület rendezvényén. Tisztelettel köszöntöm előadóinkat, első blokk előadóit, dr. Simon Attila István államtitkár urat, kérem köszöntsék őt. Komáromi Ágnes a Senkertől, ő a második előadónk, illetve Bónak Krisztiánt, a Műszaki Egyetem tanszékvezetőjét. Köszönöm szépen, és Budai László úr pedig később fog érkezni. A mai témánk, amiben foglalkozunk, hát ugye a munkaerőpiacsal kapcsolatos hát kérdések, nehézségek, ezzel mi már tulajdonképpen 3 éve érezzük azt, hogy nincs rendben. Egyre kevesebb a munkaerő, a külföldön egyre több magyarral találkozunk, illetve akkor, amikor valamiféle fejlesztést akarunk végrehajtani, akkor az alapvető szempontok egyike, hogy van munkaerő, vagy nincs munkaerő, illetve ha van munkaerő, az akkor megfelelően képzett, vagy nem képzett. Több számadat van forgalomban, a sajtóban arról, hogy mennyi a betöltetlen álláshely. Például olvastam, hogy 65.700 betöltetlen álláshely van ma Magyarországon, illetve a második negyed évben a versenyszférából 48.460 szintén betöltetlen álláshely van. És ez 10.000-rel több, mint egy évvel ezelőtt volt, illetve 2,5-szer több, mint amit mondjuk 4 évvel ezelőtt volt. Tehát ugye a KSH és az Eurostat számaiból készített felmérés alapján az iparban 10-ből 8 vállalat azt mondja, hogy a fejlesztés legfőbb problémája, vagy legnagyobb nehézsége a munkaerőhiány. És hát tulajdonképpen annak idején, amikor a Jaguar fejlesztést, ugye nem Magyarországon, az autógyárat, ugye nem Magyarországon döntött az indiai tulajdonos, hát akkor én beszéltem az illetékes helyettes államtitkára, Panna Petrával, aki azt mondta, hogy Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarországra jöjjön. Illetve a kormány megtett minden annak érdekében, hogy Magyarországra jöjjön a Jaguar. De aztán belegondoltam, hogy vajon Magyarországon hol van olyan hely, ahol 6000 közvetlen alkalmazottat, valamilyen szinten szakképzett alkalmazottat lehet használni, vagy alkalmazni, illetve átételesen a beszállítókon keresztül 30-40 ezer ember van-e, áll-e rendelkezésre. Úgyhogy valóban ez egy szűk keresztmetszet, szűk cipő, amivel valamit kell kezdeni. A szűkebb területek, a logisztikai iparban is naponta szembesülünk ezzel a problémával, hogy nincsen elegendő szakképzett munkaerő. És hát említhetnénk több példát, de tavaly volt Miskolcon az egyik hát amerikai tulajdonú cég, amelyik több 100 főt szeretett volna fejleszteni, és összesen 150-et tudott felvenni. De a 150 is olyan, akinek azt is meg kell tanítani, hogy a belépő kártyát hogy kell alkalmazni, és hogy hova kell tenni, és merre kell menni, amikor bemegy dolgozni. Tehát én úgy gondolom, hogy elég nagy probléma van általában a munkaerőben az országban, illetve hát a szakmánkon belül is elég nagy. És igazából ez a rendezvényünk azt a célt szolgálja, hogy hát rámutassunk arra, hogy milyen gyakorlatok vannak, ugyanis az már kiderült, hogy igazából ugye a legnagyobb problémát a munkaerő valódi mennyiségi és minőségi hiánya okozza, de ettől függetlenül mégis van itt Magyarország a munkaerő, és hogyan lehet akkor megszerezni, megtartani, hogyan lehet velük kommunikálni, illetve milyen módszerekkel lehet egyáltalán hozzájutni egy alkalmas munkaerőhöz. Hát ugye már azt mondják ma, hogy a fizikai munkaerőt is fejvadász módszerekkel kell megszerezni. Ezáltal ugye erősödik a munkavállalók pozíciója, növekszik a bérigény, növekszik a egyéb jutatások iránti igény, illetve a munkakörülmények vonatkozásában is már vannak munkavállaló igények, különösen a fiatal korosztály az, amelyik hát a megváltozott körülmények között mást akar, mint amit mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt a munkáltatók adtak a dolgozóknak. Hát mindezek miatt választottuk a mai konferenciánk témájának
a munkaerőpiacsal kapcsolatos megoldásokat. Hát ebben az évben volt egy néhány rendezvény szakmai körökben is, de hát ott inkább csak feltárták ezt a problémát, és igazából nem volt erre megoldási javaslat. Mi igyekszünk abba különbözni, hogy itt az előadások olyanok, hogy én már láttam a prezentációkat, hogy kifejezetten gyakorlatias megoldásokat kínálnak arra, hogyha valaki holnap a munkahelyére bemegy, akkor már tud olyan megoldásokat alkalmazni, amely jel a munkaerő problémáját tudja megoldani, illetve megismeri olyan szakértőket, szakembereket, akik tudnak ebben segíteni. Ha az első blokkunkban ugye azt vizsgáljuk, hogy ki mit tesz annak érdekében, hogy a munkaerő piaci helyzete változzon. Hát ezért van tőlünk a kormány részéről egy előadó, ezért van egy multivállalat, ezért van egy magyar tulajdonú középvállalatnak az előadása beiktatva, illetve hát nem kerülhetjük ki, hogy mit csinál az egyetem. Annak érdekében, hogy hát ez a helyzet változzon. Ugye említettem, hogy a munkaerő beszerzése az ma már gyakorlatilag toborzás jelleggel történik. Lesznek a különböző blokkokban ilyen toborzással kapcsolatos előadások is, illetve arról is lesz szó, hogy hogyan kell megőrizni, vagy megtartani azt a munkaerőt, amit nagy nehézségkárán megszereztünk. Lesznek olyan előadások a végén, hogy milyen motiválási lehetőségek vannak, illetve ha már végképp elfogyott a lehetőség a munkaerő beszerzése vonatkozásában, akkor pedig milyen technológiai, technikai módszerek vannak, hogy automatizálás, informatika, egyebek, amellyel hát ki tudjuk váltani azokat a munkakörökben, azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges, ki tudjuk váltani az élő munkát. Hát körülbelül erről lesz itt szó. Én bízom benne, hogy hasznos lesz mindnyájuknak, és sikeres lesz a rendezvény. Köszönöm szépen figyelmüket!